köszönöm szépen, hogy eljöttek a sajtótájékoztatóra, és egy kicsit messzebbről kezdeném, mégpedig azért, mert június 4-e a Nemzeti Összetartozásnak a napja. És a Nemzeti Összetartozás napját szeretnénk megtölteni olyan tartalmakkal és olyan célokkal, amelyek üzenik, mint célok, feladatok a Kárpát-medencében élő családok, magyarok irányában, hogy a magyar kormány, illetve nem csak a magyar kormány, hanem a magyar karitatív szervezetek, a magyar emberek és a magyar civil szervezetek nemhogy nem mondanak le róluk, hanem számítunk rájuk, és amit lehet, minden segítséget megpróbálunk megadni nekik. Éppen ezért mindenképp nagyon fontos, hogy azok a karitatív tevékenységek, amelyek az elmúlt évek során sokkal nagyobb szerepet, lehetőséget kaptak a magyar kormánynak a munkája során, azok megjelenjenek a határon túl is. Az elmúlt 3 évről csak nagyon röviden egy olyan összefoglalót hagyhatjak, ami mindenképp nagyon fontos döntés volt a karitatív munkában. Az egyik, hogy megszüntettük azt az áfát, amelyet még az előző szocialista szabaddemokrata kormány hozott be, és amellyel a karitatív termékeknek a továbbajándékozását, felajánlását sújtották és nehezítették. Áfával terhelték meg az adományokat, azért, mert találtak egy olyan szervezetet, ráadásul hozzáteszem hozzájuk közel álló szervezetet, akik csaltak és visszaéltek az adományozásnak egyébként a szépségével és lehetőségével. A másik nagyon nagy döntés volt 2010-ben, hogy 3 addigi karitatív területen dolgozó szervezet mellett újabb 6-ot emeltünk be a kiemelt támogatottak sorába. Ezzel nem csak a szervezetek száma növekedett meg, hanem a karitatív szervezeteknek a nyújtott támogatása több mint kétszeresére emelkedett 2010 óta, és ez mindenképp fontos ahhoz, hogy azt a munkát, amelyet akár országosan, akár pedig országhatáron túl végzünk, és végeznek ezek a szervezetek, azoknak a munkáját segítsük, és ezzel mozdítsuk elő azt a tevékenységet, amit ők tesznek. És éppen ezért talán nagyon fontos döntés volt az, hogy gyermekotthonokba juttattunk el, bár nem kamionnyi, de mondhatnám azt is sokszor szimbolikus mennyiségű és léptékű ajándékokat, de mindenki fontos, hogy gyermekotthon kapott így délvidéken, Vajdaságban karácsonykor. Most pünköskor Csíkszeredán az egyik gyermekotthon kapott így felajánlásként ajándékot és lehetőséget, most pedig államtitkárasszonynak a jóvoltából pedig Dévára fognak eljutni ajándékok. És egyet azért hagy emeljek ki, hogy túl azon, hogy most például a katolikus karitász, túl azon, hogy néhány héttel ezelőtt az Élelmiszerbank Egyesületével, illetve a KOP segély akción keretén belül juttattunk el élelmiszereket, minden mellett pedig kiemelném mind a Kárpát-medencei Családszervezet Szövetségének a hozzáállását és segítését, és mindenképp nagyon fontosnak tartom, hogy megváltozott munkaképességet foglalkoztató cég is felajánlotta a segítségét, erről majd a államtitkárasszony részletekben fog beszélni. Én köszönöm szépen a karitatív szervezeteknek azt az együttműködését, amely közül most a katolikus karitász vezetőjével vagyunk együtt, amit az elmúlt 3 évben folytattak, hiszen lehetett árvíz, lehetett vörösiszap katasztrófa, vagy pedig olyan élethelyzet, amikor segíteni kellett, mindig számíthattunk rájuk, és mindig is odaálltak azok mellé, az emberek mellé, közösen a kormánnyal, akik éppen elesettek voltak, rászorultak, vagy valamilyen nagy bajba kerültek. Köszönöm szépen, Gábor atya, a munkátokat nektek is, és természetesen mindenkinek, aki ezen a területen dolgozik.